Na csácsú, mi csörte ezt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, kipper jelentkezik a következő. Milyen következő? A legelső Mud Runner Spinters gameplay-jel, ami gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy idézőjelbe téve a Spinters 2, mert ez nem egy kiegészítő lemez, hanem gyakorlatilag ez egy ilyen teljesen külön álló rész. És úgy gondoltam, hogy elindítottam itt a játékot, és csinálunk egy teszt részt, ami gyakorlatilag arról fog szólni, hogy kipróbáljuk, hogy milyen újdonságunk vannak ebben a játékban. Gyakorlatilag azt látom, hogy a menürendszer az teljesen megváltozott, meg a HUD is teljesen megváltozott. Itt, ahogy beléptem, kapásból elkezdődött egy ilyen, hogy mondjam, talán egy ilyen tutoriál-szerű dolog, és meg is állítottam egyből az egészet, nyomtam egy eszket, annyit csináltam, gyerekek, hogy itt a beállításoknak kikapcsoltam az elét, mert van, meg a hangot egy kicsit lejjebb vettem, aztán remélem, hogy működni fog a dolog. Ja, és meg vagyok fázva, úgyhogy lehet, hogy tüsszenteni fogok. Elnézést, és igen, köszönöm szépen. Ja, meg vagyok fázva, mert az ökör, úgyhogy van bajom egy picit. Na, nyomunk egy eszket, igazából nem csináltam semmit, azt hiszem nem lehet állítani az izét most már. Ne szórakozzál a nyelvet. Eddig volt benne 2000 nyelv. És meg is egy se. Jó, mit látunk? Igazából mi változott? Itt az Advanced, itt a Start Engine. Gyakorlatilag ez ugyanaz. Mondhatni hasonló, ugye? Azt írja, hogy mozgassuk a kamerát. Igen, így mozgathatom a kamerát, azt írja. Én azt látom, hogy az U az egy kicsit, mintha jobban néz ki a játék, nem? De egy kicsit részletesebbek lennének a dolgok. A textúrák és a modellek is. Hát a csörlő is például nagyon szépen meg van csinálva, és nekem egy kicsit, mint hogy jobban néz neki. Oké. Okay. Kattintsuk még egyet, és akkor finish mozgatás kamera. Let's drive. Na, aki azt írja. Tényleg nagyon sajnálom, meg vagyok fázva, úgyhogy lesz itt orfújás minden. Na, nyomjam meg a space-t, és akkor ugye kioldom. Gyakorlatilag a... Nézzétek, látszik a motor! Látszott a motor, láttátok? Látszott a motor. Azt írja, hogy a... Gyakorlatilag azt mutatja, ugye, hogy mivel tudok irányítani. Ha? De a gyerekek, eddig volt zoom? Eddig volt zoom? Merre kell venni? Aha. Azt írja, hogy kapcsoljam be a... Vagy bekapcsolhatom ugye a... Minek nevezik ezt? Összkereket és a... Differenciál művet, ugye, hát ezt ismertük. Ja, és mutatja hányadik sebességi fokozatban van, gyerekek. Máshogy van a váltó. Ja nem, most nem tudok váltani akartam már. Máshogy van a váltó, nézzétek, 2, 3, 4. Itt valahogy máshogy lesz ott a B130-as, ugye? Aha. Szerintem jobban néz ki a játék, mint eddig. Na igen, és a B130-eset unlockoltuk, gondolom most annyit. Mit kell csinálnom? Nyomja meg a V-t, az Advanced módot. És akkor nyomjak rá a Change Truck-ra. És akkor így. Várj csak ugye igazából a truckot, ugye gondolk. Hoppá, figyelj! Ne, nem hiszem, mert nézzétek, az üzemanyag látszik benne, hogy mennyi van. És még ráadásul lötyög is. Az komoly. Te, ezzel izé sincs. Összkerék meg, vagy izé, differenciál. Mű sincs. Erre kell mennem elvileg, ugye? Igen, jobban néz ki szerintem, gyerekek, ez az egész. És azt most mondja, hogy tudok csörlőzni. Hogy csörlőzzek gyakorlatilag. Oké. Okay. És az F-fel ugye tudok púlolni magam, hát ezt ugye ismertük. Gyakorlatilag ez egy ilyen konkrét tutoriál. Jó, menjünk az épülethez. Kíváncsi vagyok, mik lesznek, még ezt mindenképp végig akartam csinálni, ezt a küldetést. Vagyis nem is küldetést, hanem tutoriát, de az nagyon tetszik, hogy látszik, hogy lötyög az üzemanyag a hordokba, beszarás.
Aha, és izé kellett ide garázs. Garázspont, jó, garázs megvan. És akkor mit kell felraknom, mit szeretne? Log. Oké. Okay. Logstationhoz menjek, hát az ugye itt van. Ebben a tutoriálban. Egy picit, mint hogyha nekem jobb, nekem jobban tetszik a grafikája ennek. Kíváncsi vagyok, milyen mapok vannak, mert ugye ezt a tutoriált végigcsináljuk mindenképpen. És ezzel megvagyunk. Akkor megnézzük a menürendszert, hogy mi változott, milyen pályák kerültek. Gyerekek, az a az egész jól néz ki. Oké. Meg is történt. Mehetek is. De minél nem tudom használni a rettetes fokozatot, legalább legszívesebb ilyenkor már beraktam volna neki. Majd ami késik nem múlik talán. Hangok is mások, a vízcsoppanás például ilyen nem volt eddig. Jó, megyünk, fasza, jó ez. Igazából nem engedi a... Nem engedi a... Az erre tudja használni a manuális váltót, pedig azt kipróbálnám, mert itt úgy látom, hogy ez teljesen más most. Legalábbis más, hogy helyezkedik el, úgy látom más a váltókkal is. Kíváncsi vagyok, milyen manuális sebességfokozatok vannak most már. Lumber Mill. Ja, meg az F1-et se, azt is meg kéne nézni, hogy hogy van. One load. Oké. Okay. Jó, hogy látom, hogy ennyi volt a tutoriál. Pont amire kíváncsi voltam, az nem volt ugye eddig. Na vannak olyan challenge mód. Aha. Aha, ne sérüljön a járműved. Ne menjünk le valamilyen road lane-ről, vonalról. Használjuk a izét, a mit tudom én milyen kamerát, ugye belső nézett kamerát. Single player. Jó, most nem akarom. Ja nem, challenge módot kell mindenképp megcsinálni? Nem. Aha. Aha. Island, bog. És ezek vannak, downhill crossing. Ó, de jó gyerekek. Hardcore-ba lehet, casual-ba lehet. Ugye a járműveket kiválasztható, és és föl... Fel kell, allokolni kell gyerekek a járműveket, oda nézzetek. Gyakorlatilag ami új jármű, azt megmondom őszintén, szerintem ez az újabb UAZ. Gaz 66 volt. Ez szerintem ugye a C2, a C256-os az mindenképpen új. Ugye a 255-ös volt, a 256-os az nem tudom, hogy melyik pontosan. Az talán nem összkerék hajtású, és úgy látom, hogy utcai kerekek is vannak rajt. Van ez, ugye ez a C260-as, ez egy újabb Ural, vagy nem is Ural, hanem Kraz, újabb Kraz. Ez az Ural is ugye új, ez az a kék Ural. És gyakorlatilag más itt nincsen, úgy látom. Azok a gyári járművek vannak. Jó. Ami még változhatott. A settingsnél nem értem gyerekek, most én vagyok-e buta hozzá, vagy pedig. De én nem látok olyat, hogy menü, vagy nyelvek. Meg ugye van a challenge, meg van ez a tutorial, de ezt gondolom ugyanaz lenne. Jó, hát nézzük egy ilyen challenge módot gyerekek, és gondolom ezzel lehet unlockolni dolgokat. Elnézést a kövögés miatt. Na, ugye ezeket kell csinálni, hogy nem sebeződhetsz. Nem tudom, hova, valamilyen útról nem mehetsz le. Meg valami kokpit kamerát kell használni magyarul. Belsőnél. Ó, gyerekek, ez a kamaz is új. Hoppá, hoppá. Gyerekek, ez nagyon jó. Várjuk, nézzük meg a... Hogy van egyáltalán a belső nézett kamera? Meg egyáltalán hogy van a térkép? Ó, hát ez mint hogyha... Mint a kicsit változott volna, nem? Jó.
Aha, itt van. Itt van, és a belső részlet úgy látom teljesen kidolgozott most már. Sőt, még vannak kapcsolók is, ugye a... Ott van lenne, ugye, új, ott van lenne minden gyakorlatilag, nézzétek. Ott az idő, ott van az iránytű, ott a van izé, olaj, nem tudom, nyomás, akár vízhőmérséklet. És van kilométer per óránk is, hihetetlen. És nézzük meg a... Aha, ez nem, ez viszont ugyanaz. Autó volt, ha csak más eredezésű. Jó, gyerekek, a belső részlet úgy látom fejlettebb, mint eddig jóval. És akkor menjünk arra gyakorlatilag. De várjátok, mit kell csinálni a... amikor a trailerrel megyek, akkor kell használni ezt a kamerát. Jó. És basszus, el nem hiszitek. Az üzemanyag látszik a tankba. Az üzemanyag látszik a tankba, ahogy lötyög. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Ez nagyon jó. És ennek se összkerék, se difizár nincsen. Ez eléggé... Elég szerény ez a jármű, gyerekek. 9 sebességes viszont ez a jármű. Tetszik. Úgy látom, vannak itt apró dolgok, amik azért sokkal jobbak. Ez egy dupla turbos motor akar lenni, jól látom, gyerekek? Látszik, hogy fogy a... Hát olassok alá a trailernek, ugye? És innen szerintem... Most már ugye belső részbe kell majd mennem. És ugye nem sebződhet természetesen. Oké. Oké. Meg kell jelölnem az utat. Itt nem tudom, hogy át tudok-e menni, ez lehet, hogy felüljáró lesz. Gyerekek, ez nem egyszerű itt, hát talán. Itt lehet, hogy akkor egy belső nézetbe kéne nyomnom, ugye? Meg ugye még mindig nem sérülhetek. De ez nem tudom, hogy fog összejönni. De ez a challenge mód, ez nagyon tetszik nekem. Úgyhogy valószínűleg ezzel fogunk azért tökörészni. Erről csinálunk minden egyiről egy videót. Nyomjuk neki. Hát nem tudom egyébként, hogy belső nézetbe kell mennem. Mint hogyha azt írta volna, ugye. Hogyha a trailerrel megyek, akkor belső nézetbe. Arra kíváncsi vagyok, hogy most is betör-e a víz. Meg még mindig bugol-e a belső nézet. Ugye ilyen... Mondjuk úgy, hogy ilyen borolt belső nézet volt régebben is. De talán annyira kifinomultam. Hopp. Jó kifordultam. Az a baj, a tükrök úgy látom nem működnek, úgyhogy ez érdekes. Igazából kilométer per óra meg úgy van megoldva, hogy látom, hogy max. Ez eléggé... És hiányos. Örültem volna egy kicsit komolyabbnak. És tényleg elnézést. Ja, és távolságokat mutatja, hogy... Milyen messze kell még haladnom. Kár, hogy nem lehet kihajolni, mint Euro Truckba. Legalább a bal oldalon. Aha, és itt kéne bevennem valahol. Hát egyáltalán be tudok itt jutni. Elég nagy a sár. Próbálok kicsit oldalt menni. Gyerekek, nem merek kilépni belső nézetből, mert valószínű, hogy azt akarja, hogy én belsőbe nyomjam. Úgy látom, azért jó, haladunk. Hát nem látom a trélet, úgyhogy ez nem egyszerű. De ugye valóságban se látnám már, mondjuk a tükörbe valószínű, hogy látnám. Megpróbálunk oda keveredni. Remélem, erre kellett jönni, most ide nagyon bevettem magam. De mozgásban vagyunk, az egy jó dolog, még egyelőre.
Biztos rúg mind a diszló. Én van külön izétöltés jelző, látom. Jó, látom, hogy úgy látom, hogy jó fele jövök. Nyomhatnék neki egy plusz egyest, várjátok, hol a plusz egyes most? Aha, fönn, jobbra. Jó. Be is tettem neki. Egy dolog nincsen, nem látom, hogy pillanatnyi fogyasztásmérő, azt nem látom, hogy van-e, vagy nincs. Gyakorlatilag látom, hogy nincs, na. Aha, ez sok lesz, várjatok. Nem tudom neki egyet. Nem lesz jó. Baj lesz, gyerekek. Üzérem kell erre. Ilyenkor is működik nekem az advanced módon, hogy V. Itt a vincs. De várja, hogy fog vincselni. Aha. Aha, hát ez így nem lesz jó nekem. Látok. Próbáljuk előbbre menni valahogy. Legalábbis a fák fele. Gyerekek, nagyon beálltunk, de ezt szerintem... Nem tudom, hogy kiléphetek-e. Biztos azt írja, várja. Azt írja. Szóval nem vagyok kibékülve, hogy ilyenkor miért nem nézelődhetek. Azt szerintem messze van. Jó, a gyerekek azt hiszem, hogy baj van. Nyomok egy egyest. Érdekes, hogy így is engedi? Ez érdekes. Na mindegy, akkor ez jó lesz. De nem azt a... Érdekes, hogy... Engedi, hogy ebbe vezessek. Mert valamit én nem értelmezek jól. Ez is jól néz ki, még mindig mutatja ezért a üzemanyag mennyiséget. Aha, mutatja. Ja, ott a 4 liter per perc. Jó, oké, látom. Jó, én voltam a vére. Én voltam a vére, gyerekek. Itt most az működik, hogy ugye... Egy-két dologra még kíváncsi leszek, basszus. Hogy esetleg nem lehet több járművet összekötni most már. Az is egy hálás dolog lett, de. Hú, gyerekek, ez nagyon nem akar menni, hallod. Sajnos a kamera mozgása még minél nem tökéletes, én nem vagyok vele kibékülve. Egy cseppet se. Ja, a cseppet sem vagyok kibékülve a kameramozgással, most is ugyanolyan esetlen az egész. Jó, ez egy jó ötlet volt, hogy a végére kötünk. Hát ez a gép, ez nem egy túl erős, sajnos. Vagyis jobban mondom, a tapadásra szel lehet felejteni a járvére. Na jó, kiértünk az aszfaltra. Minden esetre nyomok egy belső részletet. Aha. Meg még ráadásul lementünk valami izéről. Útról.
úgyhogy az már ki van húzva gyakorlatilag szerintem, ugye azok, ja azok féledeltek, ugye azok bónusz eredmények lennének, ne haragudjatok gyerekek, de nagyon, ó de hallod, el van zárva az út, figyeled, beszarás, el van zárva itt. El van zárva. Itt szivattak rendesen. Jó, akkor most már tök mindegy, hogy belsőbe megyek, vagy külsőbe. Jó, ezt most itt rendesen megszivattak. Jobban tetszik a grafika. A kamera, hogy még mindig nem lehet normálisan bele működni. Azt egyszer nem bírom megérteni. Még a Divige-es bónuszom az még meg lehet, ugye az még mindig még nem törtem össze a Verdát. Megpróbálok elvenni más fele, de én van egy olyan sejtésem, hogy másik út is le lesz zárva. Hát ez hihetetlen gyerekek, ez hihetetlen. Ez egy direkt szivatás. Aha, megpróbáljuk akkor erre, várjatok. Kéne nyomnom itt egy egyíveset. Jó, erről a challenge módról külön majd csinálunk minden egyéről egy normális videót. Tényleg ne haragudjatok, de iszonyatosan beteg vagyok. Na azonban fáj a fejem, kölgök, dátás vagyok. De mondom, hogy ha már egyszer megjelent ez a játék és nagy kedvencünk, akkor legyen már róla valami vidi. Mindenképp 100%-osra az összes challenge-et meg akarom csinálni. Úgyhogy abban, ez most csak egy ilyen teszt jellegű dolog akar lenni. Gyerekek, járművek! Valószínűsítem, hogy azt a időt, azt nem lehet használni, azt az aporozsecet. Sőt, az időt se. Az időt se. Ez egy zapó. És akkor ide. Meg a az. Ezeket, ja, ilyenkor nem is lehet használni. Ugye nem is mutatta, hogy át tudnék ülni belé. Nem olyan, ennek a járműnek azt a tényleg nagyon, nagyon gyenge tapadási együtthatója. Hoppá! De várjátok, ezeket lehet használni? Álljál meg egy szóra. Itt ugye... Nem, ilyenkor... Nem írja. És a izébe se írja? V... Change track, nem. Ilyenkor nem lehet. Jó, ezeket meg kell tanulnunk, srácok. Kerti budit lehetőleg ne vigyük-e. Na ide kellett hozni ennyi, úgy látom meg lehet. Annyi, hogy akkor nem nagyon... gyakorlatilag egy feladatot teljesítettem, hogy nem sérült a jármű. Ugye nem kellett volna kiszállnom a kabinból, meg még ráadásul nem szabadott volna le. Térnem az útról, oda a pozícióba kell beraknom ráadásul. Ha még ráadásul megsérülök, az ugye egy ilyen, akkor buktuk tényleg az egészet. Na meg a fáknak a dőlésére kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesznek ellenállóak. Ugye az is egy fontos kérdés. Ugye elég érdekesen működött a rendes Speed Tires-be, hogy voltak olyan vékony fák, amiket egyszerűen nem lehet kidönteni még egy mazzas. Ó, de nézzetek gyerekek, ezek rendes fizikával rendelkező járművek. Odébb tudtam gurítani. Konkrétan, nem tudom ezt mennyire kell pontosan. Jó, úgy látom, hogy ez jó neki. Felébb kell mennem egy kicsit, ennyi. Mennyi az a kicsi? Ja, odáig, aha. Ilyen. Na, úgy látom, meglett, ugye egy darab dolgot sikerült teljesítenem, 15 percig tartott, 40 liter üzemanyaggal. Ugye nem szabadott volna letérnem, és nem szabadott volna a kameramódot kiváltanom. Oké, és ilyenkor esetleg nem unlockolódott bármi jármű? Na várjátok? Szerintem nem. Jó, oké, srácok.
Ja, ilyen progress point kell hozzá, és 5 kell ehhez, 2 kell ehhez, 1 kell ehhez, és akkor úgy tudjuk unlockolgatni őket. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, elnézést, hogy ilyen iszonyatosan beteg vagyok. A következő résszel fogok érkezni, és végig fogjuk csapatni itt a, mint a challenge módot, mint a single player módot, és még multiplayerbe is fogjuk tolni. És tényleg még egyszer elnézést a kölgésért, meg az orfújásért, mindenért. Köszönöm szépen, sziasztok, ciao!